Ügynök kérdéssel folytatjuk, erről rendkívüli vitanapot is tartott a héten a parlament az LMP kezdeményezésére. A vitapartnerek a stúdióban El Simon László a Fidesz, Vodai Ágnes a Demokratikus Koalíció és Siffer András az LMP képviseletében. Jó estét kívánok! Siffer úr, elég régóta szó van erről az egész kérdéskörről. Ugye az önök elutasított jogszabályindítványa dobta ezt újra a köztudatba. Kövér László azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban az egyik heti labban, hogy ő ingerült önök miatt, mert hogy az LMP és személyesen Siffer András a kérdés felmelegítésével ismét azt csugalja, hogy mindent nyilvánosságra lehet hozni, miközben pontosan tudják, hogy egyetlen ilyen posztszocialista ország sincsen. És ezen kívül pedig az önök javaslata beleillik abba a 20 éves posztkommunista manipulációs törekvésbe, mely szerint a rendszer tulajdonképpeni fenntartója a hármas főcsoport főnökség és az ügynökök a fő bűnösök, miközben mondja a Fidesz a fenntartókat kéne inkább megnézni. Mit szól önhez? Hát tanakodunk azon, hogy elnök úrnak egy wellness bérletet ajánljunk fel, mert néha kicsit megterheli szerintem a jelenlegi dupla közjogi feladat. Én nem szeretnék mélyebben belemenni az ő aktuális dűrómaiba. Szerintem a rossz lelkiismeret dolgozik Kövér Lászlóban, hiszen titkosszolgálati miniszterként és a szakbizottság elnökeként lett volna lehetőség 1990-től, hogy egy megfelelő törvényt harcoljon ki. Mi úgy látjuk, az LMP úgy látja, hogy a teljes politikai elit felelősséget visel azért, hogy 1989. októberét követően nem került nyugvópontra ez a kérdés, és ha valaki tisztességgel elolvasta az LMP törvényjavaslatát, akkor látja, hogy nem egy olyan törvényjavaslatról van szó, ami minden egyes információt kiadna, sőt, fönntartjuk nagyjából azokat a megoldásokat, amik még egyébként a Gyurcsány kormány idején fogalmazottak meg, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója is jelenlegi létező nemzetbiztonsági érdekeket érintő adatokat továbbra is titokba tarthat, védjük a megfigyeltek harmadik személyek, sőt, a különösen szenzitív adatok tekintetében egyébként még a beszervezett személyeknek is a személyiségi jogait. Ráadásul hát azért is igazságtalan ugye itt Kövér Lászlónak a kirohanása, mert ez az első olyan törvényjavaslat a ház előtt, amelyik kifejezetten a hálózatot működtető személyekre céloz, bevezetjük az operatív kapcsolat fogalmát. Tehát egész egyszerűen szemen szedett hazugság az, amit KDNP-sek is itt elmondtak az elmúlt hetekben, hogy mi itt a megzsarolt, beszervezett kisügynökökre lövünk, egyáltalán nem igaz. Amit a politikai elit művelt 90-től kezdve, az volt egy szemfényvesztés, amikor ugye a 3x3-as ügynököket politikai érdektől vezérelten éppen kit sikerült, kinek az aktáját sikerült előhúzni, dobták oda, és titokba maradt, hogy kik azok az irányítói az állambiztonsági hálózatoknak, akik viszont ezt a kapcsolati tőkét békésen konvertálták át kulturális, gazdasági, politikai tőkévé 90 után. El Simon László, ön szerint mi a baj az LMP javaslatával? Szerintem nem aktuális már az LMP javaslatáról beszélni, most már lassan egy hónapja túl vagyunk azon a szavazáson, amikor a társadalomba vételről vitatkoztunk. Én egyébként megszavaztam az LMP javaslatának a társadalomba vételét, hangsúlyozom, hogy társadalomba vételt, ami azt jelenti, mondjuk a nézők kedvéért, hogy a parlament a javaslattal foglalkozzék, azt tárgyalja. Én azért szavaztam meg, mert azt gondoltam, hogy azt a gesztust meg kell tennem, és azt a jelzést meg kell tennem, hogy én szerintem a kérdést 20 éve a rendszerváltozás után rendezni kell. Egyébként az az egybenmosás, amit itt most Siffer képviselőtársam megtett, az eleve hát mondjuk, hogy nem elegáns, fogalmazzunk így, mert mondjuk az egész politikai felelősségéről beszélni akkor, amikor én például 1990-től 2010-ig nem voltam politikus és nem voltam országgyűlési képviselő, az legalábbis óvatosságra intené a megszólalókat. Feltehetően azoknak a felelősségére gondolt, akik ebben az időszakban politikai szereplők voltak. 2010 közötti politikai elitről beszélni. Tehát akkor a 90 és 2000, így már pontosított Siffer képviselő. Úr. Na, minden esetre azért azt is meg kell jegyeznünk, hogy a legtöbb változás az 98 és 2002 között volt, tehát az első Fidesz kormány alatt. A szocialistáknak volt kétharmados kormányuk 98-at megelőzően, és megtették volna, hogy a kérdést úgy rendezik, ahogyan most egyébként rendezni kívánják, akkor semmit nem tettek ennek érdekében. Egyébként 2002 után sem tettek semmit sem, akkor bejelentették, mikor kiderült, hogy Megyesi esztétiszt volt, hogy rendezni fogják, és aztán maga a Megyesi Péter nem szavazta meg azt a javaslatot, amelynek
a benyújtásáért korábban maga kardoskodott. Tehát a dolog nagyon összetett. Az, hogy az LMP javaslatával milyen hibák voltak, azt szerintem már az utóbbi egy hónapban nagyon sokszor megrágtuk. Csak az, hát azért kérdés, az egy jogos ez még kérdés. Mindig, hogy mennyiben képzelik el önök másképp ennek a kérdésnek a rendezését, mert azt a Fidesz is mindig mondja, hogy szintén a múlt feltárására törekszik. Én nézze, azért itt az egységes álláspontunk még nem alakult ki, tehát abban mindenképpen egységes a kormánypárt, hogy a kérdést rendezni kell, hogy a rendezésnek a módja az, hogy 2012. május 15-ig a kormány benyújt elénk egy javaslatot, amely egyébként a már korábban meghatározott Nemzeti Emlékezet Bizottságának a feladatköreit fogja meghatározni, ez egy törvényjavaslat lesz, és ebben a törvényjavaslatban fogjuk szabályozni a részleteket. Ott minden bizonyan lesz vita, akár kormánypárton belül is, és kormánypárt és ellenzék között is, hogy milyen tartalommal töltsük ezt meg. Én már többször elmondtam Schäfer képviselőnek is, hogy abban a vitában részt kell venni, nem kell kivonulni, mint az alkotmányozásból, és akkor eldől, hogy miképpen lehet úgy tartalommal megtölteni ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, mint ahogy ezt megtették a lengyelek. Én magam a belső szakmai vitákban is nem egyszer elmondtam, hogy nem szabad ügytemetőt csinálni a Nemzeti Emlékezet Bizottságából. Tehát én azzal egyetértek, hogy hát Schäfer képviselő előre lát, hogyha az előbb Kövér Lászlónak nem éppen elegánsan wellness bérletet ígért, akkor én egy mozijegyet ajánlok föl, hogy a Harry Pottert nézegesse, hogy valami ilyen távolba lát üveggömböt, mert ő mindig előre tudja, hogy mi fog történni. Én bízom benne, és a magam politikai erejével azért fogok tenni, hogy ne legyen ügytemető a Nemzeti Emlékezet Bizottságra. Még mielőtt Schäfer képviselő úr reagál a Harry Potter jegyre, ezért Vadai Ágnest is megkérdezem, hogy ön szerint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága mi lesz? Nem tudom, én azt tapasztaltam eddigi politikai pályafutáson, hogy általában ezek a bizottságok most függetlenül a jó szándéktól nem mindig járnak sikerrel. De hát nagyjából ez a wellness bérlet és Harry Potter színvonal az, ami ebben az ügyben sokszor előkerül, és legritkábban az, amire egyébként a LMP által benyújtott törvényjavaslat hát, célozna, hogy ebben az ügyben próbáljunk valami megoldást találni. Hozzáteszem, szerintem egyik képviselőnek se volt igaz az elmúlt 20 évet illetően, mert valamennyi parlamenti frakcióba, beleértve a, nyilván a demokratikus koalíciót, ülnek olyan képviselők, ilyen frakció nincs a parlamentben, ülnek olyan, és nem is volt. De lesz, ülnek olyan képviselők, akik az elmúlt 20 évben bennültek a magyar parlamentbe. Ez alól az LMP sem kivétele. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évre sok minden lehet foglalkozni, szerintem most itt van ez az ügy, amit meg kell oldani. Ettől sokan katartikus élményt várnak, hogy ettől majd felszabadul a magyar társadalom, szerintem ez túlzás. Nyilván ez nagyon sokaknak fontos, hogy szeretnék megtudni, hogy ki gyűjtött róluk milyen információt, és persze, hogy kik voltak az operatív kapcsolatok, a hálózati személyek, és kevesebbet beszélünk nyilván arról, hogy ezért az állambiztonsági rendszeren kívül is voltak olyanok, akik nem voltak állambiztonságnak így feltétlenül részét, de hát azért aktívan támogatták az előző rendszert. Tehát szerintem, amikor a 89 előtti rendszert vizsgáljuk, akkor egy szélesebb kontextusba kell a dolgot helyezni. Mi támogattuk az LMP-nek a törvényjavaslatát, én a nemzetbiztonsággal foglalkozom elég régóta, én azt gondolom, hogy nyilván van az a legitim felvetés Kövér László részéről, ami a nemzetbiztonsági érdeket érinti. Nem olyan stílusba és szélességbe, ahogy ő gondolkodik, de van az a legitim felvetés. Tehát szakmailag ezt én gondolom, hogy ez rendben van. De hát el kell olvasni az LMP javaslatát. Az LMP javaslatában erre van megoldás. Nem azt mondom, hogy azt a törvényjavaslatot egy az egybe át kell venni. Azt gondolom, hogy ezt a törvényjavaslatot napirendre kell tűzni az országgyűlésbe, és ha kell, akkor javítani kell. Mostantól kezdve ez a kormányzó pártnak a felelősség, a teljes politikai és erkölcsi felelőssége, mert nyilvánvalóan ezzel a javaslattal és nyilvánvalóan a vitanappal bennünket így kívülre helyeztek ebben az ügyben, hát hozzászólhatunk. Elnök úr nagyon jól mondta, hogy részt lehet benne venni. Nem, én azt mondtam, részt kell venni. Meg is szoktak, hát úgy, ahogy hallgatni, éppen nem üvöltenek, meg beszólnak, de hát azért azt gondolom, hogy ez itt most már a kormánypártnak a felelőssége. Május 15 most már nincs
nincs olyan messze. Én nem hiszek abba, hogy bármilyen bizottság ezt a problémát meg tudja oldani. No pláne, hogy politikamentesen. Mert azért egy dolgot világosan kell látni. Az elmúlt 20 évben a sok papíron kívül egy dolog volt, ami világos volt. Az én kommunistám az jó kommunista, a te kommunistád az rossz kommunista. Így jutottunk el oda, hogy vannak olyan korábbi politikai vezetők az előző rendszerben, akik magukat már, így a, mivel jobb oldalra pozícionálták, már-már mártírként tűnnek föl, ami hát nyilvánvalóan nem igaz. Még mielőtt tovább megyünk, csak a vita színvonalára az előbb többször is utalt, viszont ennek a vitának a során, mert mint nem feltétlenül a parlamentben, de Orbán Viktorhoz intézte azt a kérdést, ezt a sajtó is számtalan helyen átvette, hogy ő vajon ügynök volt-e. Csak hogy közben egy olyan iratra hivatkozott, amiről a szakértők is megállapították, meg hát a nyilvánosságra került részleteiből látszik, hogy az a szó, amivel őt jellemezték, a kapcsolat, az ugye nem a beszervezett emberekre vonatkozott akkoriban, hanem épp azokra, akiket megfigyeltek a beszervezett ügynökök. Ezzel kapcsolatban az egyik szakértő már meg is kérdezte a sajtóban, hogy elképzelhető, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként ennyire nem volt fogalma arról, hogy melyik kifejezés mit jelentett az akkori ügyiratokban, vagy pedig ezzel is inkább a feszültséget akarta ön is fokozni. Nyilvánvalóan a szakértő és sokan mások nem olvasták az újabb írásbeli kérdésemet, melyben megkérdeztem a miniszterelnök úrtól, hogy az összes papírt nyilvánosságra hozta magával kapcsolatosan. Várom a választ, és szerintem utána érdemben tudunk erről a kérdésről beszélni. Meg fogunk lepődni, hogy Orbán Viktor azt válaszolja, hogy nem hozta nyilvánosságra. Jó, de szerintem nem is ez a kérdés. Tehát, nagyon fontos, amit föltett kérdésként. És én ki is nyomtattam magamnak az önök tegnapi cikkét az atv.hu-ról, ugye, amely a heti laptól átfetszik, amelyben Varga Lászlóról van szó, ugye, történész, levéltáros, kiváló szakemberről, és engedje meg, hogy idézzem, azt mondja Varga László először is, hogy a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságát éveken át vezető Vadai Ágnes vajon tényleg nem tudta, hogy a kapcsolat nem az ügynököt, hanem az akaratán kívüli információforrásá lett szemét, azaz a megfigyelés, a besugás tárgyát jelentette, vagy dilettáns, vagy tudatosan próbált feszültséget gerjeszteni, és a cikk úgy folytatódik, hogy a vadai féle akciók tántorítják el Varga szerint a döntéshozókat az állambiztonsági akták teljes nyilvánosságra hozatalától. Tudniillik a közvélemény előtt, könnyen össze lehet mosni a megfigyelőt, a megfigyeltel, az ügynököt a célszeméllyel. Ez a legsunyibb dolog, ami itt most történik megint. A miniszternököt próbálják gyanúba keverni, azt a miniszternököt, akiről kiderül az akták szerint, hogy 24 órában, három műszakos váltásban figyelték meg még a hálószobáikat is éveken keresztül, és Vadai Ágnes vele foglalkozik, ránk próbálja tolni a felelősséget, miközben a Nemzetbiztonsági Bizottságnak volt az elnöke, ő nem most lett képviselő, mint én. A pártja, a Magyar Szocialista Párt pedig. Demokratikus koalíció. De drága képviselő azt mondja, hogy néhány hete, vagy néhány hónapja lépett ki az elnök. Hát 6 hónapja. A frakció alakítás most telik le. 6 hónapja. Tudom, hogy a stílusban az is belefér, hogy mindig végighallgat bennünket. Tehát a 6 hónapja, akkor közel 6 hónapja kilépett az MSZP-ből. Azt megelőzően mindig MSZP-s volt. Nem kileptem. Nem tudom, hogy mit csináltak az MSZP-ben, de hát mondjam végig. Az MSZP és a demokratikus koalíció története, most elvitatkozunk. Egy rövid reakciót szeretnék kérni Vadai Ágnestől mindenre, mert ki fogunk futni. Még egyszer mondom, újabb kérdést tettem föl a miniszterelnök úrhoz ezzel az üggyel kapcsolatosan, és megvárom a választ, és akkor annak függvényében szerintem ebben az ügyben tovább tudunk lépni. Azok az iratok, amelyeket a miniszterelnök úr nyilvánosságra hozott a Facebook oldalán is, ha jól tudom, az a 80-as évek végén készült. Hát önök is nyilvánosságoztatnának iratokat. Én megmondom, saját magamról én nem nagyon tudok, hát az az igazság, hogy 1989-ben 15 éves voltam, tehát ha csak a szomszéd Pistike meg nem figyelt, akkor nyilvánvalóan nem nagyon tudok. Már megint nagyon messze nyilvánosságra hozni. És pedig letelik az adásidő, úgyhogy Schiffer Andrástól kérem még, hogy röviden mondja, hogy ön szerint ez a kérdés fontos. Ezt a törvényjavaslatot pontosan azért terjesztettük be, hogy legyen vége annak a játéknak, hogy különböző személyekről, aktuális érdekek szerint, legyen az Orbán Viktor, vagy Medgyessy Péter, vagy éppen Szabó István filmrendező, előkerülnek különböző dokumentumok, és azon rágcsálódik a teljes politikai közélet. Tiszta lapot szeretnénk nyitni. Ezért vagyunk a teljes nyilvánosság pártján, nyilván itt a vonatkozó alapjogi és nemzetbiztonsági érdekek tiszteletben tartása mellett. De azért azt lássuk, hogy ha már ilyen nagy az őszinte hevület a Fidesz-KDNP részéről, amíg az LMP előterjesztette a törvényjavaslatát tavaly decemberben, a kétharmados győzelemtől vagy a parlament megnyitásától eltelt másfél év. A Fidesz-KDNP-nek eszeágában nem volt egy akta nyilvánossági törvényt beterjeszteni a ház elé. A Nemzeti Emlékezet Bizottsággal vakítják az embereket, önmagában a bizottság lehet egy hasznos ötlet, de ez nem helyettesíti az akta nyilvánosságot, ne beszéljünk mellé, ne tereljünk. A
Az oktatónyilvánossági törvényjavaslatunkkal kapcsolatban pedig érdemi ellen vélemény a Fidesz részéről nem volt. Össze-vissza hordtak hetet havat, amíg szakmai kifogások voltak, azokról kiderült, hogy alaptalan. Aztán a frakcióvezetőjük elkezdett a felmenőimmel foglalkozni, most már legutóbb a 168 órában kiderült, hogy Lázár Jánosnak az a legnagyobb baja, hogy szerinte én gőgös vagyok, ez kezd nagyon szánalmas lenni. Magával a törvényjavaslattal nem volt a Fidesz-KDNP-nek érdemi baja, egyelőre egy bizottságot akarnak létrehozni, egész egyszerűen azért, hogy így söpörjék szűnyeg alá, így seperjék szűnyeg alá az egész kérdés. Akkor tűzzük újra napirendre a dolgot, és vitatkozzunk a törvényjavaslattal a parlamentben, és akkor közös lesz a felelősség. Szerintem vitatkozni erről még nagyon sokat fognak a parlamentben és tévéstúdiókban is, ami mai időnk erre lejárt, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.